napot kívánok, sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket az Enigmában, a Fix Televízió geopolitikai magazinjában. Rengeteg elmélet röppent fel a világhálóra azzal kapcsolatban, hogy vajon valóban azon a repülőgépen utazott-e Jevgenyi Prigozsin és Dmitrij Utykin Wagner parancsnokok, amely augusztus 23-án lezuhant Moszkva és Szentpétervár között. A történések részletei egyelőre még homályosak, de a közvéleményt világszerte izgatja az eset, és folyamatosan özönlenek a bejegyzések a TikTokon, a Facebookon, a Twitteren és a Telegramon arról, hogy mi is történt pontosan. Az biztosnak tűnik, hogy Prigozsint a júniusi puccskísérlet óta mindenki meg akarta ölni, talán még maga Prigozsin is, hogy eltűnhessen a nyilvánosság elől. Jevgenyi Prigozsin és a Wagner csoport története ma Bernek Ágnes, az Eurázsia Központ geopolitikai kutatócsoport vezetőjének, Oroszország szakértőnek a feladata lesz, hogy rekonstruálja számunkra, illetve közösen próbáljuk meg rekonstruálni az eseményeket. Szervusz Ágnes, köszöntelek a stúdióban. Nagyon szépen köszönöm, Tamás, ismételten a meghívást, és hát ez egy nagyon nehéz feladat lesz, mert én úgy gondolom, igazából az, aki megfelelően rekonstruálhatná a történeteket, az nagyon-nagyon kevés ember tudná megtenni. Hát itt információ dömpinggel állunk szemben, szinte percenként kerülnek föl a világhálóra, reális, kevésbé reális, teljesen szürreális és teljesen fantasztikus, science fictionbe illő elméletek, magyarázatok és értelmezések. Mi induljunk ki a tényekből, próbáljunk objektívek és tárgyilagosak maradni, és kezdjük a történetet az elején, ahogy itt szoktuk általában az Enigmában. Ki vagy ki volt Jevgenyi Prigozsin, hogy került ő az orosz politikába, hogyan ismerkedett meg, mikor ismerkedett meg, milyen körülmények között Vlagyimir Putyinnal, és hogy került a Wagner csoport élére? Köszönöm szépen a kérdést, hogyha meg kell mondani, hogy milyen Prigozsin életútja, akkor én úgy gondolom, Prigozsin életútja minősíthető úgy is, mint egy orosz életút, ahol minden lehet, ahol minden lehet valakiből. Prigozsin maga 61-ben születik egyébként Leningrádon, és Prigozsint hát nevelőszülőkhöz kerül, majd nagyon komoly bűnözői bandákba keveredik be, és Prigozsin több mint 10 évig ül börtönben, és amikor a börtönből kiszabadul, az a 90-es évtized eleje már, és valószínűleg ez a 90-es évtized eleje, amikor hát ugye 91-ben szétbomlik a Szovjetunió, megkezdődik a privatizáció Oroszországban is, szerintem azzal a bűnözői körrel, akivel ő megismerkedett a börtönbe, ők segítik ahhoz hozzá, hogy a szerencsejáték bizniszben nagyon komoly részesedései lesznek. Elképzelhető, hogy a vagyonának az induló tőkéjét ebből szerezte. És kérdésedre, Tamás, visszatérve, hogy hogyan ismeri meg Vlagyimir Putyint, hát ez a kulcsidőszak Vlagyimir Putyin időszakában is, 91-től 96-ig, hiszen akkor ő Anatolij Szobcsak mellett dolgozik már, ugye ekkor 91-től már Pétervár Leningrád, a szentpétervári polgármesteri hivatalban. Azt is szokták mondani egyébként, hogy Anatolij Szobcsak volt Vlagyimir Putyin királycsinálója, hiszen ő indítja el ezen a politikusi pályán. Anatolij Szobcsak egyébként azért veszi föl Vlagyimir Putyint, mert hát ugye KGB ügynöksége évei alapján, és ugye erről egy korábbi műsorban már együtt beszéltünk is, ugye Dresdában kőkeményen gyakorolta a német nyelvet, a német nyelv tudása miatt veszi föl Vlagyimir Putyint, ő vezeti a nemzetközi ügyeknek az osztályát, nagyon-nagyon sok nemzetközi befektető érkezik ekkor egyébként Szentpétervárra, és majd egy idő után ő már nem csak a nemzetközi ügyek osztályát vezeti, hanem ő lesz Szobcsaknak az első helyettese is. A különböző források, hiszen bár Prigozsinnak ez az időszak, ez nincs eléggé dokumentálva, de hát Putyinnak ez az időszaka azért valamennyire dokumentálva van, és kiderül ezekből a forrásokból, hogy egy idő után már lényegében Vlagyimir Putyin vitte a polgármesteri hivatalt, hiszen Anatolij Szobcsak a feleségével nagyon szeretett reprezentálni, kapcsolatokat építeni, és Putyin volt az, aki gyakorlatilag éjfélig és hajnalig tárgyalt a befektetőkkel. És mi érdekes, Vlagyimir Putyinhoz nem csak a nemzetközi ügyek osztályának tartozott a vezetése, hanem a szerencsejáték bizniszt is ő felügyelt, az ő osztályához tartozik. Úgyhogy megítélésem szerint,
És hát ugye hogyan tudjuk rekonstruálni az eseményeket, szeretném elmondani, hogy ez csak az én verzióm arra, hogy valószínűleg ők ekkor kerülnek szorosabb kapcsolatba egymással, ugyanis egy másik forrásból azt is tudom, hogy ráadásul még a szentpétervári szerencsejáték bizniszben maga a polgármesteri hivatal is érdekelt volt, tehát valószínűleg itt találkozhattak ők először, és ugye Prigozsin azzal a bűnözői körrel, akivel ő a börtönben megismerkedett, az ő kezükbe kerül gyakorlatilag ez az egész szerencsejáték biznisz. És nagyon nagy kérdés a mai napig egyébként, hogy miért kerülnek aztán ennyire közel egymáshoz, hiszen a források azt mondják, hogy már 2003-tól, ugye ez Vlagyimir Putyin első elnökségi ciklusa, akkor már Prigozsin Vlagyimir Putyinnak teljes egészében a belső köréhez tartozik. Hát, hogy miért kerülnek annyira közel egymáshoz, erre is Tamás csak a saját verziómat tudom mondani. Ha megnézzük ezeket a forrásokat, akkor lehet látni, hogy ez a 90-es évtized, ez a maffia uralt a Szentpétervár, úgy is nevezik ekkor egyébként Szentpétervárt, mint az orosz bűnözésnek a fővárosát, ahol rendszeresen nem csak a maffiák egymás közötti leszámolásai, a nyílt utcán történő lelövése a másik embernek, hanem ekkor a polgármesteri hivatalnak van még két másik helyettese is, mind a két másik helyettesét a orosz, vagy ez a szentpétervári maffia bűnözői kör nagyon-nagyon egészen durva módszerekkel likvidálja. Ugyanakkor se Putyinnak, se Anatolij Szobcsaknak, bár Anatolij Szobcsaknak nagyon-nagyon sok kritikusa van már ekkor, egyáltalán nem esik bajuk. Az én megítélésem és az én verzióm szerint valószínűleg Prigozsin volt az, aki biztosította Putyinnak és Szobcsaknak gyakorlatilag az életét, a testi épségét, a polgármesteri hivatal részesedését a szerencsejáték bizniszbe, és én szerintem ekkor kezdődik meg az ő kapcsolatuk, és valószínűleg pont az, ami utána Vlagyimir Putyin, hiszen Vlagyimir Putyin ezért köztudott Putyinról az, hogy a barátainak, és aki neki szívességet tettek, azoknak ő nagyon komolyan viszont szívességet tesz, valószínűleg ez a viszont szívesség lesz az alapja, hogy úgy gondolja, hogy egy teljesen megbízható szövetséges, egy teljesen megbízható barát. Úgyhogy elképzelhető, hogy ezt már innen datálhatjuk, ezt az ismerettséget. Mivel a 90-es évek szentpétervári polgármesteri hivatalában óriási pénzek folynak át, és nagyon komoly pénzek tűnnek el. Igen, igen. Nagyon komoly állami költségvetési források is tűntek el, ebből később lettek bírósági perek is, és Szobcsaknak felelnie is kellett azokért a dolgokért, amiket vagy tudott, vagy nem tudott, de az ő polgármestersége idején történtek. Elképzelhető-e, hogy már ekkor Prigozsin védi Vlagyimir Putyint nem csak a maffiától, hanem tulajdonképpen a bíróságokkal, illetve az állami felelősségre vonással szemben is sikerül egy védő pajzsot vonni köré. Annál is inkább azért is gondolok erre, mert Szobcsak Kal is később gesztusokat tesznek felé. Tehát tulajdonképpen mintegy kárpótolják azokért a szenvedésekért, amiken át kellett mennie az igazságszolgáltatás előtt. Elképzelhető, de ennek semmilyen dokumentációja nincsen, nem véletlenül, ugye a téma érzékenysége folytán ezt nem dokumentálták. A mai napig egyébként nem tudták rá bizonyítani Putyinra, hogy bármilyen korrupt ügyben részt vett volna, vagy ő bármilyen nagy pénzekhez hozzájuthatott volna, de Szobcsakot nem választják meg újra majd Szentpétervár polgármesterének, és aki utána jön, az viszont nagyon komoly büntető eljárás kezdeményez Szobcsakkal szemben, és gyakorlatilag utána Szobcsak egész további életére rányomja ez a korrupcióvád gyakorlatilag a gyanúját, ebbe aztán nagyon beteg is lesz. Vlagyimir Putyin, aki akkor már elnök, neki köszönheti egyébként azt, hogy a gyógykezelést is megkapja. Van egy időszak, amikor még súlyosabb vádak alá helyezik, akkor Vlagyimir Putyin ki is menekíti egy darabig. Úgyhogy elképzelhető, de hát ez dokumentálva igazából nincsen, de valószínűleg pont ez az időszak, ez a, hát ugye a harcezzett feleknek, ugye az, hogy egymásra támaszkodhattak, ez lehet az alapja annak, hogy köztük között egy nagyon belső, nagyon-nagyon szoros belső viszony alakul ki. Azért az orosz politikai életben nagy karriert befutó, ha úgy tetszik, Putyin bizalmi köréhez tartozó emberek többsége is
Szentpétervárról származik. Nem Prigozsin az egyetlen. Így van, pontosan a mai napig prominens személyiségek. Ugye mindenki hallott Mitri Medvegyevről, hiszen volt egy időszak is, amikor Mitri Medvegyev volt Oroszország elnök, és Vladimir Putyin idézőjelbe téve csak miniszterelnök volt. Mitri Medvegyev is Vladimir Putyinnal együtt dolgozott a szentpétervári polgármesteri hivatalba. A források szerint a tőle balra vagy jobbra lévő irodába dolgozott, és a másik oldalon lévő irodába pedig az az Alexej Miller dolgozott, aki nem más, mint a Gazprom menedzsment tanácsának elnöke, akit egyébként Vladimir Putyin tesz meg a feladatra, hiszen korábban a Gazprom az a Jelcin klánnak az érdekeit képviselte, és akkor, amikor megteszi egyébként Alexej Millert a feladatra, Alexej Millernek addig semmilyen gázipari tapasztalata nincsen, de azóta Alexej Miller a Gazprom menedzsment tanácsának elnök, úgyhogy igazából ő az, aki legjobban ismeri a Gazpromot, igen. Még valamit szeretnék mondani, egy nagyon-nagyon fontos emberrel dolgozik ekküd még, az a Nikolaj Patrushev, aki nem annyira ismert, de egyébként úgy szokták nevezni a hírszerző világában, hogy ő a mesterkém, vagy a szuperkém. Az a Nikolaj Patrushev, aki miután ugye Vladimir Putyin egy rövid ideig vezeti az FSB-t, mert utána Jelcin miniszterelnöknek jelölik és elnöknek, utána ő veszi át az FSB-nek a vezetését, és miután már nem Patrushev vezeti az FSB-t, jelenleg Patrushev nem más, mint az orosz biztonsági tanácsnak a titkára. Patrushev állítólag az az ember, aki tárgyalt Prigozsinnal. Tehát ő volt az állítólag, aki meggyőzte Prigozsint arról, hogy ne menjen el Moszkváig, álljon meg, és innentől kezdve majd tárgyalás lesz a Wagner csoporttal. Tehát Patrushevnek kulcs szerepe volt, igen, a sikertelen, igen, júniusi, igen, pucsban. Igen, igen, igen. Tehát Miller, Patrushev, Medvegyev és Prigozsin, ezek, igen, mind Szentpétervárja. A belső kör. A belső kör, a bizalmi kör, és ezek közül most Prigozsin a jelen adásunknak a főszereplője. Hogyan alakul a továbbiakban Prigozsin karrierje, hogy lesz ő az egyik legnagyobb üzletember, a legnagyobb állami megbízásokat kapó cégnek, céghálózatnak, cégeknek a vezetője, és végül hogy kerül a Wagner csoport élére? Hát úgy lesz, hogy mivel ugye nagyon közeli barátságban van Vladimir Putyinnal, ezért kiemelten... Ez valódi nagy... barátságnak lehet tekinteni? Hát vagy inkább most, egy érdekszövetség? Hát most, hogy Vladimir Putyin esetében mit nevezünk barátságnak, ugye ezért ez egy nagyon éles kérdés, tehát szerintem ne erkölcsi szempontból nézzük, mert nagyon sokszor nekem úgy tűnik, hogy ezek a szempontok itt már nem merülnek föl. Ez egyértelműen érdekszövetség mind a két fél részéről. De hát pontosan azért, mert ez az érdekszövetség, akkor mondjuk inkább így, ez nagyon-nagyon szoros. Hatalmas nagy megbízásokat kap. Prigozsint úgy is nevezték egyébként, mint a Kremlnek az udvari catering beszállítója, tehát bármilyen nagy eseményt adtak, oda mindig Prigozsinnek a címe, aminek egyébként Concord Catering, ez a cégnek a neve, meg lehet nézni a honlapot. Szeretném javasolni is a nézőknek, hogy nézzék meg a honlapot. Lehet látni, hogy micsoda exkluzív éttermei vannak Prigozsinnak. Ezért hívják Putyin séfjének. Séfjének, és ő valójában, hát ő nem volt szakács, ő korábban, ő ugye hát ezt az egész karrierjét, ő azzal kezdte, hogy ugye egy szentpétervári piacon hotdogot árult, ezért mondtam az elején, hogy ez egy különleges karrier e tekintetben. De gyakorlatilag az ő cég, ez a Concord Catering, ez vitte mindenhova az ellátmányt, és nem csak a nagy eseményekre vitte, tehát amikor például G20-as csúcs találkozó volt Szentpéterváron, hanem ő a közintézményeknek is, tehát a menzáknak, és a legnagyobb megbízás nem véletlenül akkor kapja, amikor a teljes orosz hadseregnek Prigozsin cége lesz a beszállítója. És egyébként az oligarchák világában is az orosz valóság megértéséhez mindenfajtaképpen hozzátartozik, hogy ugye az oligarchák megkapják a lehetőséget a Kremtől arra, hogy hatalmas nagy vagyonokat keressenek, de nyilván van a Krem, ezért viszont elvárja azt, hogyha a Krem azt mondja, hogy ilyen és ilyen dolgokra kell pénzt adni, akkor az oligarchának csak is egyetlen egy lehetősége van, hogy utal pénzt, tehát áldoz rá. Tehát egyrészt az, hogy ő a Wagner csoporttal közelebb kerül, ez nyilvánvalóan nem Prigozsinnak az ötlete, hiszen Prigozsin nem volt korábban katona, ezt is hozzá kell tenni, hát ő börtönben ül abban az időszakban, amikor besorozhatták volna katonának, neki semmilyen katonai tapasztalata nincsen. Nyilvánvalóan Vladimir Putyin jelöli ki arra a feladatra, hogy akkor ő lesz a Wagner csoportnak az arca. Hát úgy került bele, bocsánat a kifejezésért, ugye egy régi szép magyar kifejezéssel, mint Pilátus a krédóba, hiszen ő oligarha, ő üzletember,
nehéz elképzelni, fölmérni is azt az elképesztő vállalatbirodalmat, ami iskolai menzáktól a hadsereg ellátmányán keresztül a luxus éttermekig terjed ki. És ugye ez még csak az éttermi része a dolognak, de egyébként a cége Prigozsinnak, ez a neve, hogy Concord Management and Consulting. Ez egy egészen döbbenetes dolog egyébként, hogy ennek a cégnek nagyon sokfajta részegysége van, és a Internet Research Agency, amire azt is szokták mondani, ez nem volt más, mint Prigozsinnak a troll gyára, tehát ott, ahol a fake newsokon át keresztül egészen hamis információkat terjesztettek, ugye azt mondják, hogy Prigozsinnak ez a troll gyára idézőjelbe téve, ez avatkozott be Trump oldalán az amerikai választásoknál, ezt természetesen tagadják. Tehát ennek a holdingnak nagyon-nagyon sok része van. Ezért az, hogy létezik-e valójában a Wagner csoport, bármennyire is abszurd a kérdés, nagyon sokan azt szokták mondani, hogy azért abban az értelemben nem, mert ez a holdingnak a különböző részeit képezi. Egyes vélemények szerint a Wagner csoport az Argentínában van beegyezve, más vélemények azt mondják, hogy ez teljesen abszurd, erről szó sincsen, de éppen ebből ered a probléma, például ennek a holdingnak nincs honlapja, tehát nem, semmilyen információt nem tudunk róla beszerezni. A ma reggeli álláspont szerint egyébként a holding az Prigozsin édesanyjának képezi a fő tulajdonát. Tehát itt nagyon-nagyon sok olyan szál van, amit nem tudunk nyomon követni, de a kérdés nyilvánvalóan fölmerül. Igen, Concord Catering, a Concord Catering az egy része. Egy része. Annak van honlapja, hiszen fönn is van ugye, hogy 10 000 főt tudnak egyszerre ellátni, ott van a honlapon, hogy bármilyen nyelven le lehet adni a rendelés, semmilyen probléma, annak van, hiszen az várja az ügyfeleket, de a nagy holdingnak nincsen. Tehát a nagy holdingnak nem tudjuk igazából megmondani, hogy milyen fő részei vannak. És nyilvánvalóan így az, hogy Prigozsin hogyan finanszírozta ezt a Wagner csoportot, mert hiszen ez egy alapvető kérdés ekkor, hogy miből adott viszonylag orosz viszonylatban egészen tisztességes fizetést a katonáknak. Ugye tudjuk azt, hogy csak szárazföldi hadereje volt, de csak az is idézőjelbe téve. Ennek is nagyon-nagyon nagy komoly háttere volt. Így nyilvánvalóan innentől kezdve már nem tudjuk megmondani a finanszírozást, hogy ezt meddig finanszírozta Prigozsin, meddig tudta egyáltalán finanszírozni. Nyilvánvalóan egy részét igen, de az mindig nagyon nagy kérdés, hogy az államtól gyakorlatilag milyen támogatást kapott. Igen. Egyébként is a Wagner csoport, mint nagyon sok más ilyen magánkatonai vállalkozásnak mindig az a legnagyobb kérdése, hogy egy államtól kaphat-e közvetlenül megbízás, vagy nem. Nyilván tehát ugye ezt tudjuk... Átfolyatva magáncégeken átfolyatva kap pontosan. Közvetlenül nem kaphat. Közvetlenül nem kaphat. Egyébként azt is szeretném elmondani, ami szintén egy teljesen abszurd dolog, hogy az orosz alkotmány szerint Oroszországban magánkatonai vállalkozás létrehozni tilos. De hát itt mindig fölmerül a kérdés, hogy miért volt szükséges ez. És itt is a történetnek azért nagyon különleges és többfajta szála van. Nagyon sokan azt mondják, hogy a Blackwaterről, ugye az a cég, amit hát a CIA-nak a leszerelt tábornokai meg ezredesei alapítottak, és ez a Blackwaternek nagyon komoly szerepe volt egyébként. Először a Blackwatert, azt már az amerikaiak az afganisztáni bevonuláskor is bevetették, de a Blackwaternek a legnagyobb szerepe az amerikaiak iraki bevonulásakor volt. És ugye ebből ott volt egy nemzetközi természetesen nagyon sokfajta bírósági ügy volt, ahol azt mondták, hogy 17 olyan civilt lőttek le, akiknél még fegyver sem volt. Tehát teljesen alaptalan volt. Ez a Bush érában, ugye ott szépen szőnyeg alá söpörték ezt. És a de George már Bush akkor, de nagyon fontos, hogy akkor megkezdődött már, tehát Iraknál nagyon-nagyon megkezdődött már az, hogy elkezdték kiszervezni ezeket a különböző katonai műveleteket, és akkor már az amerikaiaknál nagyon nagy vita volt ebből, hogy ez a kiszervezés, ez gyakorlatilag mivel jár, hiszen egy magán katonai vállalkozásnak ugye az elszámoltathatósága az nagyon minimális. Ha például az orosz hadseregben meghal egy katona, akkor ott kötelesség van, akkor kell értesíteni a hozzátartozókat, haza kell vinni a holttestet, katonai temetést kell adni, és most jelenleg olyan szabályozás van egyébként, hogy az Ukrajnában meghaltak után az orosz családok különböző juttatásokat is kapnak. Egy zsoldos hadseregnél semmilyen nincsen. Ha az illető meghalt, semmilyen elszámoltatási kötelesség nincs. Egyébként a Wagner csoportnál... Bocsánat, el sem ismeri, hát el sem ismeri, ez hogy a másik. Hogy létezik, másrészt a tevékenykedik. Ez a másik. Harmadrészt, hogy ott van Szíriában, Líbiában, több forrás Maliban. Azt mondja, hogy aki a Wagner csoportnál aláírta a szerződés zsoldos, annak 10 évre kötelező titoktartási szerződést kellett fogadnia. Tehát az, hogy bizonyos kilépett Wagneresek, például Finnországba vagy Svédországba,
országban nyilatkoznak, egyébként ez teljesen kizárt. Hát pontosan azért, mert bárkit bárhol megtalálnak, úgyhogy ez teljesen kizárt. De visszatérve a történetre, ez a Blackwater, ez adhatta meg az alapot. De igazából, amikor felmerül a Kreml számára az, hogy, mert hiszen a Kreml számára merül fel ugye az, hogy magánhadsereget kell létrehozni, az 2010 lehet, nagyon sok forrás azt mondja, hogy az lehetett a kulcsfontosságú tényező, amikor Eben Barlow-t meghívják a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumra. Na most nyilván a nézők teljesen döbbenten néznek, hogy megint új szereplő lép a képbe. Eben Barlow egy zambiai születésű harcos volt, aki aztán átment a Dél-Afrikai Köztársaságba, és Eben Barlow-t tekintik most úgy, hogy ő, hát idézőjelbe téve azt szokták mondani, ő a keresztapja a jelenlegi magán katonai vállalkozásoknak. Eben Barlow egyébként 4 könyvet is írt erről, és őt hívják meg, ugye hát gondolom én egy amerikait azért nem hívhattak meg, őt hívják meg a Szentpétervári Gazdasági Fórumra, ahol a Kreml vezérkarának, tehát egy nagyon-nagyon szűkré 2010-ben, Kreml vezérkarának tart egy nagyon-nagyon szűkörű tájékoztatót arról. Eben Barlow egy élő ember egyébként a mai napig, megkérdezték például tavaly tőle, hogy és akkor volt Szentpétervár, és mondta, hogy igen, mintha emlékeznék, ott is tartottam volna előadást. Ekkor merül fel Eben Barlow attól is egy különleges ember, hogy ő az, aki a mai értelemben vett első ilyen magánhadsereget beegyezteti, mert hiszen ez Zambia és a Dél-Afrikai Köztársaság, és Eben Barlow megkapja a De Beers-től, amely akkor a világ legnagyobb ékszergyémánt termelő cége, megkapja azt a feladatot, hogy ezeket az ékszergyémánt bányákat őrizze, jelenleg Botswanában van a De Beers legnagyobb ékszergyémánt bányája, és nem csak azt a feladatot kapja meg, hogy őrizni kell, mert akkor nyugodtan mondhatná most mindenki azt, hogy akkor ez egy biztonsági cég, hiszen itt azért nagyon szűk a határ, hogy meddig biztonsági cég, meddig katonai cég, de azt a feladatot is megkapja, ekkor az illegális gyémánt kereskedelem, az nagyon-nagyon magas szinten van, hogy épüljön be az illegális gyémánt kereskedőköz, nagyon jól végzi el ezt a feladatát. Majd utána ezeket a cégeket egyébként... Ez ezeket hírszerzői a... feladat is. Ez akkor... hírszerző is volt egyébként, Eben Barlow-nak volt egy olyan időszak, hogy nagyon komolyan hírszerző is volt, tehát neki nagyon-nagyon nagy tapasztalata volt ebbe. De szeretném elmondani, hogy ezeket a cégeket egyébként rendszeresen átszervezik. Tehát például a Blackwater az jelenleg már így, hogy Blackwater, ez már csak a történelem, de ez nem azt jelenti, hogy ez a történelem, aztán nevezik ezt akadéminek. Most Constellis egyébként a cég neve, meg lehet nézni a cég honlapját, ahol fönn is van, hogy előszeretettel veteránokat várnak, olyan embereket várnak, akiknek nagyon-nagyon komoly katonai tapasztalataik vannak. És ekkor kezdődik meg. A források azt mondják, hogy 2012-ben már még erősebben fölmerül, hogy rétre kell hozni, és majd 2013-ban... Ez nem egy magánember fejében született meg, ez természetesen, ez nem Prigozsin, ez nem egy cateringes fejében születik meg, neki az ellátmányt kell biztosítani, ez egy egészen más kategória. Ez a Kreml, és valószínűleg a Kremlnek a feje. Ez pontosan így van, ki más fejében születne meg, és akkor így majd eljutnak odáig, hogy 2013-ban a források szerint ezt az orosz katonai hírszerzés hozza létre, a GRU hozza létre, és nem véletlenül arra a feladatra, aki ténylegesen a Wagner csoportnak a katonai műveleteit irányítja, ugye az az Utykin, aki lezuhan ugye Prigozsinnal együtt, ő a GRU-nak egy nyugalmazott ezredese volt, akit egyébként egy nagyon-nagyon kemény, vonalas embernek tartottak, és hogy miért lett Wagner csoport a Wagner csoport, pontosan attól, mert Dmitri Utkinnak a hírszerzői éveiben a Wagner volt a hívó szava, de hát nem azért, mert a zenét annyira szerette, azt azért mondjuk el a hallgatóknak, azért, mert Hitler nácizmusa iránt és a náci eszmék iránt nagyon-nagyon rajongott, és ugye Wagner az Hitler kedvenc zeneszerzője volt, és valószínűleg így választotta. Úgyként egyébként egy nagyon-nagyon hírhedt embernek tartják, nagyon komoly szerepe volt Szíriában, hiszen ugye Szíriában az volt a Wagner csoportnak az egyik nagyon fontos beavatkozása, ahol civileket kínosztatott meg, és ezt a mai napig egyébként bírósági tárgyalás elé nem tudták vinni. 2013-ban jegyezteti be, tehát valószínűleg Dmitri Utkin jegyezteti be, és 2013-ban kezdik meg a toporzást. És hogyha azt kérdeznéd, hogy ekkor mi volt a... még a GRU-nak a segítségével, természetesen, nyilván az ő bázisán. Természetesen, annyira... titokban... Annyira, hogy erre bizonyított tény van egyébként, hogy közös bázis használnak a GRU-val ez a mai napig. Hát ugye a mai napig már nem, hiszen most nem tudjuk megmondani, hogy a Wagner csoportnak mi lesz a jövője, de a kiképzés minden egyébet, ez gyakorlatilag ezt a katonai hírszerzést tartotta. És hogy mi volt a Wagner csoportnak az első nagy tranzakciója?
Hát mi meglepő, ez a Krím-félsziget orosz annektációja, hiszen hogyha visszagondolunk, akkor ugye minden katonai jelzés nélküli emberek zöld zubbonyban mentek be a Krím-félszigetre, és egyébként, amikor Vlagyimir Putyin megkérdezték utána a sajtótájékoztatón, hogy de hát kik voltak ezek az emberek, és hogy kerültek ide, Vlagyimir Putyin azt mondta, hogy hát nem tudom, hát ezek nem a mi katonai erőink voltak, és amikor mondták nekik, hogy de hát zöld katonai zubbonyban voltak erre, Vlagyimir Putyin nemes egyszerűséggel csak azt a választ adta, hogy ugyan már ilyen zöld katonai zubbonyt, ez minden katonai boldog, minden utcasarkon lehet kapni, mondta az újságírónak, maga is vehet, sőt mondja is neki, meg is tudom mondani magának, hogy hol a legjobb és mennyi pénzért adják. Ez az első cinizmus, komoly. Micsoda cinizmus, igen. Micsoda hatalmi cinizmus. Ugyanakkor emlékszem, akkor még ez 10 évvel ezelőtt, igen, történt, ugye? Emlékszem arra, hogy félig sikeres, vagy inkább sikertelen volt ez az akció, még gyakorlatlanok voltak a Wagneresek, valószínűleg nem is voltak még eléggé szervezettek, illetve az ukrán területekről tulajdonképpen visszapattantak, ott nem nagyon sikerült ez az akció, egy ilyen félig sikerült akcióról volt szó, de aztán igen, jó, kikupálták magukat Szíriában. Pontosan. Szíriában, ugye már ugye a Donyeck medencébe is, amikor már ott a szakadármozgalmak megindulnak ugye az annektáció után, már ott is nagyon-nagyon komoly szerepvállalásuk van. Aztán Szíria volt, hogy szokták mondani, a Wagnernek a referencia munkája. Nem véletlen, hogy Dmitrij Utykint, és egyébként mellette több más embert Vlagyimir Putyin kitüntet. Ugyanis Prigozsin volt az arc, tehát Prigozsin mindig az előtérbe állították. Ő volt a marketing, igen. Prigozsin képviselte ténylegesen, igen, Tamás a marketinget, ő, aki minden egyes közösségi portálon bejelentkezett. Dmitrij Utykinról nem volt vele soha közös kép. Viszont az interneten fönn van egy közös kép, mert 2016-ban Vlagyimir Putyintól az egyik legnagyobb katonai érdemérmet kapta meg Dmitrij Utykin, és akkor egy fogadáson ott gyakorlatilag visszanézhet, hogy ki kicsoda, tehát Dmitrij Utykin is ott szerepel. Utykinnak, mint egy igazi, gátlástalan, kegyetlen zsoldos vezérnek, egy törőmetszett katonának nem lehetett egyszerű elviselni Prigozsinnak a személyiségét, meg a teljesen máson a civil szférából. Tehát Prigozsin volt a kapcsolattartó. De hát együtt kellett működni a politikával. Prigozsinnak mondta, igen, meg a Krem ura, igen, hogy mi a feladat, és amit a Krem ura megmondott, az a feladat. Hát Prigozsin hírszerző soha nem lehet arc, egyébként ezt hozzá kell tenni, hiszen egy hírszerző nem lehet fönt közösségi portálon, nem nyilatkozhat, ez teljes egészében köztudott egyébként. Prigozsin volt az az arc, akit bemutattak, de hát Prigozsin azért, mert Vlagyimir Putyin őt tette meg erre a feladatra. Igen. Mikor és hogyan kerültek Afrikába, milyen országokban játszott jelentős szerepet a Wagner, illetve feltételezhetően van most is jelen Afrikában, és mekkora erőkkel? Az, amiről dokumentált forrásunk van, úgy tudjuk, hogy 2018 először a Közép-Afrikai Köztársaság, a mai napig a Közép-Afrikai Köztársaság egyébként a Wagner csoportnak az egyik legfontosabb bázisa, vagy katonai szóval élve a fő hadiszállása, a headquartere, és 2018-ban pedig azért, mert a Közép-Afrikai Köztársaság egy szerződést köt, érdekes, hogy az orosz állammal, tehát nem a Wagner csoporttal köti a szerződést, az orosz állammal köti a szerződést, mert a Közép-Afrikai Köztársaság akkor megválasztott elnökét, hát ugye ez a puccsoknak az övezete, ahol egyáltalán nem lehet tudni azt, hogy ki van uralmon, hogy kivel van ebben a játszmában. A védelemért, hogy katonai védelmet adnak az elnöknek, amit a mai napig adnak, és hogy fegyvereket szállítanak az elnöknek, és hogy vállalják azt, hogy a különböző terrorista csoportok ellen harcol a Wagner csoport, cserébe különböző bányászati koncesziókat kapnak. És valószínűleg a Wagner csoport, és innentől kezdve már nem lehet megmondani, hogy tegyük föl a gyémánt meg az aranyeladásokból, mennyi került a Wagner csoporthoz, ugyan a Financial Times-ban szoktak lenni ilyen hírek, hogy hány milliárd dollárt kerestek, de teljesen mindegy, hogy milyen összeget mondunk, mert nem tudjuk igazából megmondani, mennyi került az államhoz, mennyi került a Wagner csoporthoz, ezt nem igazán tudjuk. Itt már megjelenik egy új tevékenység, egy új ágense ennek a holdingnak, a kereskedelmi és bányászati tevékenység, ami feltehetőleg nagyon komoly összegeket hoz az orosz államnak. Igen, így van, de hogy aztán ezt ki adja el a világpiacon, meg ki nem adja el, tehát hogy ténylegesen hogy működik, azt nem tudjuk. De a Közép-Afrikai Köztársaság egy abszolút megfelelő, és az is, hogyha ránézünk a térképre, például itt a térképre,
pontosan centrális helyzete van Afrikában, tehát nem véletlenül a szomszédai révén is nagyon-nagyon fontos lesz. Még ehhez tartozik egyébként az a történet, hogy 2021-ben, amikor úgy tűnt, hogy a Wagner csoport imidzse az kezd hát kicsit lanyhulni, mert hogy hozzá kell tenni, és ez sem annyira nem tudott, hogy nem csak a Wagner csoport létezik Oroszországban, mint magánhadsereg. Van konkurencia. A legfontosabb konkurencia az a Patriot, ahol állítólag sokkal jobban fizetik a katonákat, és az a Patriot magánhadsereg, ez sokkal inkább tapasztaltabb, leszereltebb, tehát GRU veteránokat foglalkoztat, meg sokkal inkább tapasztaltabb valamikori katonákat foglalkoztat, és a Patriot azért is nagyon nagy konkurencia, mert magának a források szerint Szergej Szojgunak, a védelmi miniszternek az érdekeltségéhez tartozik. Na és akkor itt megint eljutottunk a történeteket nagyon fontos kulcs pontjához, hogy Szojgu és Prigozsin közötti nagyon régi vetélkedés, pontosan, harc, konkurencia, akkor, akkor valójában itt van az oka az egésznek. Itt van az oka, majd mindjárt erre visszatérünk, de még ennél az afrikai szállnál még maradjunk egy picit, mert ez nagyon érdekes. Tehát amikor úgy tűnik, hogy a Wagner csoportnak az imidzse az kicsit úgy halványul, akkor minthogyha mai szóval élve egy ilyen propagandafilmet, egy játékfilmet készítenek, ami a Közép-afrikai Köztársaságban játszódik, az a filmnek a címe, hogy a Turista. A Turista az pedig hát a CIA-től veszik az elnevezést, mert a CIA-nál nevezik úgy azokat az ügynököket, akik teljesen turistának álcázva, de a világ egészén gyakorlatilag mindenhova vennek, természetesen váltott útlevelekkel, váltott kinézetekkel, és teljesítik azt, amit hát az előjárók, a CIA ügynökei végeznek. Ez a film, ez erről szól egyébként, hogy egy orosz tanácsadó turistának álcázva érkezik meg a Közép-afrikai Köztársaságba. De ezek operatív ügynökök, akik akciókra bevethetők? Ezek operatív ügynökök, igen, 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 megérkezik ide, és ő természetesen ő megvédi gyakorlatilag az elnököt, leszámol mindenkivel, és egyébként ez egy nagyon nagy sikerű film volt, és az orosz források szerint utána nagyon sokan jelentkeztek. Ez is volt a filmnek a célja, hogy egyre többen válasszák azt, hogy egy ilyen jellegű pályára szeretnének menni. A Közép-afrikai Köztársaság ez egy kulcs, tehát az egyik legfontosabb. De a másik egyre fontosabb, az a Száhel-övezetnek a másik kiemelkedő országa, Mali, hiszen egyes források szerint ugye Prigozsin utoljára Maliból jelentkezett be, ahol hát itt nem igazán, itt inkább hivatalosan a terroristák ellen harcolnak, de hát azért ezekben az országokban ugye azt szoktuk mondani, hogy ezek a szétesett államok vagy bukott államok, itt most megmondani, hogy ki a terrorista és ki nem. Ahol és nincs, vagy nagyon gyenge az államhatalom, nincsen bizonyos országokban maga a vezetés hívja be, más országok egyszerűen bevonulnak, igen, megjelennek, igen, tényezőkké válnak. Tényezőként, és ugye nem véletlenül ez a két ország itt bizonyított. Ahol bizonyítottam még a Wagner csoport jelen van, Szírián kívül természetesen, az Líbia. Itt is úgy kínnak, nagyon-nagyon komoly szerepe volt. És a többi az innentől kezdve feltételezés. Szudán például. Szudán például az egyik legfontosabb, hiszen Szergej Lavrov, amikor ugye nagy afrikai körútat tett nem is olyan régen, akkor Szudánban nagyon komoly beszédet mondott, és ugye Szergej Lavrov közölte is azt a hírt, hogy mivel Szudánnak vöröstengeri partvonala van, ezért a vöröstengeri partvidékén új kikötőt fognak építeni, ami azért nagyon fontos, mert már van egy tartuszi kikötője ugye Szíriában az oroszoknak, ez lesz a második olyan kikötő, és ez gyakorlatilag így végig az útvonalat fogja tudni biztosítani. Itt is elképzelhető. Elképzelhető, hogy Mozambikban is vannak, de ez sincs igazából megerősítve. Na és aztán valószínűleg további nagy tervek is vannak rá, és az, hogy milyen további nagy tervek vannak, ezt én, de ez az én saját véleményem, én onnan gondolom, hogy megnéztem, hogy ki volt júliusban az orosz-afrika csúcson. Ahogy az amerikaiak azt mondták, hogy a közel 50 afrikai államból egyáltalán nem ment el mindenki. Igen, vezetői szinten körülbelül csak egy olyan 19 afrikai állam képviseltette magát, de ezek között, az államok között például ott volt Burkina Faso, ahol szintén katonai pucs volt. Ha nézők megnézik az orosz-afrika csúcsnak a honlapját, lehet látni, hogy Burkina Faso-nak kb. Olyan 30 éves új katonai vezetője fotózkodik együtt Vlagyimir Putyinnal. És ugye, ami most nagyon-nagyon komoly vitatéma volt, az a Niger, amelynek szintén stratégia helyzete van a Közép-afrikai Köztársaság mellett, hiszen Nigernek hatalmas nagy uránium tartaléka van, ugye, amit a világpiacon elad. Itt sem lehet tudni egyértelműen, hogy most ki van hatalmon és ki nem. Elképzelhető, hogy itt is a Wagner csoport az már valamilyen szinten vagy megjelent, vagy meg akar jelenni, és elképzelhető, hogy a nigeri jelenlegi katonai vezetés is a Wagner csoport felé orientálódik,
Ez pedig onnan gondolom, hogy Nigerben nem más volt pár héttel ezelőtt, mint a Victoria Nuland, az a Victoria Nuland, aki jelenleg az amerikai vezetésnek a külügyekkel foglalkozó államtitkára, és hát ugye Victoria Nuland egyébként arról is írhat, hogy bizonyított tény, hogy Victoria Nuland volt az, aki az Amerikai Egyesült Államok ukrajnai szerepvállalását alapvetően megalapozta. Az a Victoria Nuland, akiről tudjuk azt, hogy a nagyapja az egy Ukrajnából az Amerikai Egyesült Államokba kivándorolt, gyakorlatilag ember volt, és az a Victoria Nuland egyébként, aki hát erről több forrás is van, ugye, hogy meg akarta mondani, hogy ki legyen az ukrán kormányba, aki egy sajtótájékoztatóknak tartott fórumon, miután már ugye az orosz barát vezetés megbuktatták, és ugye erre mondja mindig Vlagyimir Putyin azt, hogy akkor az egy államcsíny volt, ami akkor a Majdan forradalom révén bekövetkezett, és akkor ezt az amerikaiak finanszírozták, aki akkor meg is mondta, hogy hány milliárd dollár költöttek idáig arra, hogy demokratizálják Ukrajnát, és ez Vlagyimir Putyinnak akkor a döbbenet egyébként, hogy ezt a mai napig minden egyes fórumon elmondja, hogy még be is vallották, hogy mennyit költöttek rajta. Tehát körülbelül visszatérve ezek az afrikai országok, de azért nem véletlen, és Victoria Nuland látogatása is szerintem ezt jelzi, hogy fél az Amerikai Egyesült Államok attól, hogy egyre több afrikai országban a Wagner révén meg fog erősödni az orosz szerepvállalás. És ezekből a gyémánt, arany, uránium bányákból, illetve ezeknek a kereskedelméből származó jövedelmet, profitot tulajdonképpen a Wagner becsatornázta az orosz állam felé, tehát az orosz államnak költségvetési forrásként jelentett. Igen, becsatornázta. Az, hogy megmaradhatott a Wagner csoportnál, ez orosz viszonylatban teljesen kizárt. Tehát ez csak egy amerikai gondolhatja úgy, hogy ez működik, ez teljesen kizárt. De visszatérve arra a történeti szárra, amit korábban felvetettél, ugye, hogy a Patriot és Szergej Szojguval, ugye, milyen jellegű konfrontációja van. Ez egy nagyon nagy dilemma egyébként, és erre mindenki választ akar keresni, hogy az a Prigozsin, aki hát tökéletesen ismeri az orosz valóságot, aki a börtönöktől kezdve a legmagasabb szintig jutott, aki tökéletesen tudja azt, hogy Vlagyimir Putyin számára a hazaárulás az egy megbocsáthatatlan bűncselekmény, és a hazaárulókat nagyon-nagyon keményen büntetik, megkínosztatják, börtönbe viszik, vagy Szibériába, vagy a sarkvidéken, ahol gyakorlatilag szökni sincs hova, mert aki megszokik, az egészen biztos, hogy megfagy és éhen hal. Ez a Prigozsin mégis hogyan jut el odáig, hogy megkezdi gyakorlatilag ezt a puccsot. Erről is teljesen különböző vélemények vannak, de nekem már akkor döbbenet volt a puccs előtt, amikor Prigozsin bejelentkezik különböző közösségi csatornákon, és egészen durván elkezdi bírálni nem csak Szojgút, a védelmi minisztert, Gerasimovot, a vezérkari főnöket, hanem magát, Vlagyimir Putyint is. Már akkor sem értettem, hogy ő az, aki tökéletesen ismeri, hogy mi az, amit lehet orosz viszonylatban, és mi az, amit nem, ő hogyan juthat el idáig. Ezek hisztérikus stílusú videóüzenetek. Amikor az ember találgat, hogy ez most egy színészi előadás, teljesen teatrális De hát az egyik legfontosabb videóüzenete, hogyha emlékszel, akkor pontosan az volt, amikor katonáknak a tömegei holttestei mellett nyilatkozik, és ekkor mondja azt, hogy fölháborító az, hogy nincsen újabb toborzás, és azt mondja, hogy mi az, hogy Szojgunak és Gerasimovnak a fia az nem harcol a fronton, és ekkor már érthetetlen volt ez az egész, ugye ő akkor Szojgut hibáztatja, hogy nem tudják korábban bevenni Bahmutot, mert ugye, mivel hogy légiereje nincsen, tehát már eleve a Wagner az gyakorlatilag ettől függött, hogy a Szojgu... Kap-e légi támogatást reguláris hadseregtől, vagy mert nem hogyha kap. Nem kap, és akkor nem tud csinálni, és nem kapta meg, és ott ugyanakkor kiborult a Prigozsin. Nagyon-nagyon kiborult, és hogyha visszaemlékezünk, a Bahmut ostroma is nagyon sokáig tartott, majdnem 10 hónap volt. Igen. Senki nem értette már akkor, hogy miért kell, hogy ekkora erőket csoportosítsanak erre a városnak. Mi az a stratégiai jelentősége Bahmutnak? Való igaz, hogy van sóbányája, való igaz, hogy regionális közlekedési központ, de az én verzióm szerint valójában nem ez volt Bahmutnak a jelentősége, hanem valószínűleg a Kreml és az orosz vezérkar meghozta azt a döntést, hogy Bahmutnál a Wagner leköti az ukrán fegyveres erőket, és ugyanakkor az orosz katonai erők, az pedig teljesen kiépítik a védvonalat, például az Azovi tenger partján, a Gyeper mentén kiépítik azt az orosz védvonalat, és valószínűleg ez csak egy elterelési hadművelet volt. Hogy Bakhmutot úgy is nevezték, ugye utána, mint a nagy húsdaráló, tehát a bakhmuti frontra olyan borzalmakat mondtak nagyon sokan, hogy azt mondták, hogy ez az első világháború legdöbbenetesebb frontharcosa is hasonlít.
Volnak olyan források, amelyek azt mondják, hogy 30 ezer katonáját vesztette el a Wagner. Ott mindenki, aki az első vonalban volt, az ott mindenki azonnal meghalt. Ez ugyan nem bizonyított dolog, de én úgy gondolom, hogy az, hogy Prigozsin hogyan jut el idáig, ennek két oka van. Egyrészt, ami egy teljesen emberi ok, egy pszichológiai ok, egyszerűen idegösszeomlást kap. Ezt ő maga sem bírta tovább, idegösszeomlást kap ebbe teljes egészében. Ezt ezekben a borzalmakban. Hogy ő nem volt egy harcedzett katona. Így van, ember, ő nem volt katona. Tehát ő katonai múlt nélkül került bele ezekbe a rendkívüli helyzetekbe. Pontosan, és a másik lehet, ami valószínűleg ezt az idegösszeomlását előidézte, az, hogy rájött arra, hogy a Wagner csoportnak itt az a feladata, hogy a Wagner csoport a feláldozható. Rájött arra, hogy Vlagyimir Putyin hiába barátság ide vagy oda, a Wagner csoport a föláldozható, hiszen nem a Patriot volt ott, egyes források szerint a Patriotot, azt nem rendelték ide, ami ugye Szojgunak áll a, hát mondjuk így az irányítás alatt, azt átrendelték az Azovi tengernek a partvidékére, hogy ott erősítse meg a harcvonalakat teljes egészében. Úgyhogy valószínűleg ez vezethet el odáig, hogy megkezdi, de azt, amikor nagyon sokan azt mondják, hogy Vlagyimir Putyin nem tárgyalt vele, hát az lehet, hogy Vlagyimir Putyin nem tárgyalt vele, de Nyikolaj Petrusev, akiről ugye korábban beszéltünk, aki az orosz biztonsági tanácsnak a főtitkára, aki a mesterkém, aki 10 évig vezette az FSB-t, ő az, aki meggyőzi egyébként Prigozsint, hogy álljanak meg. Ő győzi meg. Tehát itt mindig a hivatalos kommunikék mögötti valós, vagy valósnak tekinthető, vagy reális okokat próbáljuk kutatni. Ha jól emlékszem, Bakhmut ostromakor és bevételekor az egyik hivatalos célkitűzés, ugye ez a denacifikáció, ugye a náci egységektől, a bandera zászlóaljaktól megszabadítani ugye Ukrajnát, meg az ukrán népet, de akkor a te nagyon markáns értelmezésed szerint ez egy elterülő hadművelet, azért, hogy, amíg ezek a, ugye az elsősorban a börtöntöltelékek, ugye az elsősorban feláldozhatók, utána a Wagner egyéb egységei. Igen, és csak majd a többedik frontvonalban jelentek meg egyébként az orosz hadseregnek, az orosz hadsereg, katonái. A fő tevékenység az, hogy az Azovi tenger mellett az orosz reguláris erők ki tudják építeni a bázisaikat, amit egyébként nagyon jól ki is építettek, hiszen Vlagyimir Putyin azóta több beszédében elmondta, az Azovi tenger partvidéke orosz felségterület. Tehát ők már nem csak ugye a Krimből nem akarnak engedni, innentől kezdve már ebből sem. Ezek szerint ott a Putyin terve megvalósult. Talán annyiban nem, hogy a Wagner nem semmisült meg teljesen, nem morzsolódott föl teljesen, hanem megőrzött valami fajta entitást. Nem tudjuk, hogy mennyien vannak, ugye? Tehát nincsenek pontosan hivatalos megmondani. Kimutatás, hogy hány egységük van, mennyien, milyen létszámban, igen, milyen fegyverzettel rendelkeznek. Igen, én szerintem, de ez megint csak az én véleményem, az oroszoknál nagyon sok minden van az orosz valóságban, amit például én, mint orosz szakértő sem értek. Nagyon szeretném megérteni, de nem értek. Amit egyáltalán nem értek, ez a dolognak mindig ez a pszichológiai oldala. Tehát orosz viszonylatban nem nagyon foglalkoznak ezzel. Tehát nem véletlen egy idegösszeomlást, azt nem fogadnak el. Hát erről is egészen döbbenetes, ez persze nem konkrétan a példához tartozik, de jelzi, hogy a pszichiátri otthonok milyen szinten vannak. Tehát ott, aki idegbeteg, az gyakorlatilag leírják. Tehát egészen más szinten van a dolog. Nem, valószínűleg a Kreml egyszerűen nem hitte el azt, vagy a Kreml egyszerűen nem jutott el odáig, hogy Prigozsinnak ez a totális összeomlása bekövetkezett. Nem, föl kellett volna, hogy ismerjék már időben a jeleket, nem ismerték föl. Az oroszok gondolkozásában több hiba is van egyébként, bár stratégiai szinten nagyon tudnak gondolkozni, de a nagy hiba az, hogy mindig nagy távlatokban gondolkoznak, tehát mindig a nagy célokat nézik, és sokszor a nagy célok egyetlen egy ember miatt teljes egészében megdőlhetnek, mert az emberi tényezőt nem tudják igazából nézni. Az emberi tényező, valljuk meg őszintén, kiszámíthatatlan. Ezért volt váratlan számukra ez a pucskísérlet, mert tulajdonképpen a te értelmezésedben itt egy ember pszichéjéből indult az egész. Nem csak egy, akkor valószínűleg már a Wagner csoportnál az egész vezérkarnak is. Ugye azért úgy élni, meg úgy látni a napokat, hogy tegyük föl, most egyeszem első szemében mondom, hogy mellettem mindenki meghal. Úgy látni, ugye, hogy a temetetlen holtesteknek, ez valószínűleg másoknál is megszületik. Tehát másoknál sem értik azt, hogyha Bakhmutot ennyire be akarja venni gyakorlatilag a Kreml, akkor miért nem kapják meg ezt az ellátmányt, ami ehhez szükséges?
Akkor ez teljesen reális volt, ezek a bejelentkezések, igen, és ezek a kritikák, ezek valós helyzetet, igen, írtak le, igen, és ez egy valós feszültség volt az orosz vezérkar és a Wagner vezetők között. Az is elképzelhető, hogy Szergej Szojgu nem is akarta neki ezt megadni, hiszen a Patriotnak akarta eleve, hiszen a Wagner és a Patriot között egyébként mindig is egy konkurencia helyzet volt. Az előbb mondtam, hogy 2018-ban a Közép-Afrikai Köztársaság aláírja a szerződést az orosz állami vezetéssel, akkor is már egy dilemma volt, hogy a Wagner vagy a Patriot fogja azt megkapni, hogy a Közép-Afrikai Köztársaságban lehet, és a Wagner kapta meg Vlagyimir Putyin döntés alapján, de lehet, hogy Szojgu úgy gondolta már akkor, hogy ez erre vasot fog venni. Amikor az elhíresült menet elindult Moszkva felé, akkor Prigozsin szájával a vezérkar tulajdonképpen bosszút emlegetett. Mi lehetett a valódi céljuk? Mert azért ez így eléggé gyermekdednek tűnik. Tehát, hogy kellett, hogy valami gyermekded is, stratégiai... Tehát teljesen érthetetlen egyébként. Tehát annak a Prigozsin részéről, aki nagyon jól tudta, hogy milyen az orosz valóság, teljesen érthetetlen, hogy egyáltalán egy ilyen puccsot elkezdhet. Ez teljesen az is elképzelhető, és megint ez egy emberi tényező, hogy már olyan szintre jutott el, egy olyan mélypontra jutott el a Wagner csoport, és annyira kilátástalannak látták az egészet, hogy gyakorlatilag így indulnak meg. De ami miatt szerintem nem avatkozik be, mert hát ugye azt egyszerű módon is meg lehetett volna szüntetni, legdrasztikusabban úgy, mert a Wagner csoportnak nincs légierje, lebombázzák az egészet, így mindenkit van. Megölnek. Ami miatt nem, az megint egy pszichológiai tényező. És ezért szoktam én egyébként azt mondani, hogy sokszor a geopolitika a pszichológia is, mert hiszen kérdés, hogy van egy nagyhatalmi cél, de amögött megvan-e a támogatottság? Az egyéni emberek hogy gondolják? Az, hogy nem lehet már megmondani azt, hogy az orosz társadalom tűrőképessége jelenleg milyen. Az orosz társadalom tűrőképessége nagyon nagy. Az egész orosz történelme arról szól szerintem, ez megint az én véleményem, hogy a társadalomnak hatalmas nagy áldozatokat kellett hozni. Hatalmas nagy áldozatokat. És kérdés, hogy ez a tűrőképessége megvan-e még? És ezt arra alapozom a véleményemet, én tanítok, tehát én a 20 éves hallgatókat minden évről évre egészen közelről naponta látom, hogy változik a generáció. Tehát azok, akik a második világháborúban harcoltak, most azok helyett egy teljesen új generáció van. A jelenlegi 20-30 éves generáció egyáltalán biztos, nem biztos az, hogy úgy gondolja, hogy neki is olyan áldozatokat kell hozni, hiszen egészen döbbenetes olyan hírek is voltak, hogy például az az orosz katona, akit a bakhmuti frontra berendeltek, azt mondták, hogy volt olyan, akinek mindössze 5 óra volt az életéből. Tehát ez egy döbbenetes dolog, hogy valaki megkapja a behívót, és onnantól kezdve, mintha halálos ítéletét kapta volna meg. Kérdés, a dezertálások nagy számát ez is magyarázza. Pontosan, hogy mennyire állnak még ki e mögött? Mennyire állnak még? És én szerintem a Kreml már ebbe bizonytalan. Tehát nem véletlenül nem meri elrendelni Putyin az új mozgósítást. Nem meri megtenni, mert nem tudja már azt, hogy az orosz társadalomnak milyen lesz a hozzáállása. Azért az, ami Rosztovban történt, amikor Rosztovból tovább indultak a Wagner egységek, azért azt hiszem, hogy az nagyon nagy gombócot jelenthetett a Kreml ura torkában, amikor könnyes búcsúval szeretettel ölelgették, megtapsolták őket. Igen. Középkorú édesanyák, akiknek lehet, hogy a fronton harcolt, pontosan, vagy halt elvesztette meg a gyerekét, vagy a férjét, vagy bármelyik hozzátartozóját. Tehát ott valódi szeretet és népszerűség vette tudni őket körül. Igen, Prigozsinnak nem véletlenül ugye az, hogy mikor lesz pontosan a temetésen, meg melyik temetőben lesz, ezt is nagyon sokáig titkolták. Mert hiszen attól féltek, hogy ez esetleg valami olyan tömegdemonstráció lehet, ami esetleg, hát nem szabad elfelejteni arról, hogy bár nem háborúnak nevezik az oroszok, különleges katonai műveletnek, de akkor is háborúban állnak. Háborúban állnak, és amikor nagyon érdekes, hogy amikor elindul Prigozsinnak a konvoja, azt már a nyugat hogyan kommentálja? Hát már a rákövetkező percben az volt a Foreign Affairsnek a rendkívüli híre, hogy lám-lám, itt Vlagyimir Putyin hatalmas teljes egészében meggyengül, és kimeneketették, és minden más. Ez egy nagyon-nagyon éles kérdés, hogy meddig tart a tűrő képesség, meddig tudja az orosz társadalom mindezt tolerálni, és ez a diktatúráknak is egyébként mindig egy nagyon nagy kérdőjele. Mindig nagyon sokszor van egy kiszámíthatatlan pont. Ami miatt az egész gyakorlatilag borul. Tőlem mindig azt szokták kérdezni, hogy minden egyes törekvés racionális-e. Van egy olyan kurzusom a Műegyetemen, hogy geopolitika és játékelmélet. És nagyon örülök, hogy a kurzus végén mindig azt szokták tőlem kérdezni a hallgatók, hogy most akkor vannak véletlenek?
és mindig azt szoktam mondani, hogy mióta ezt a kurzust tartom, ezen gondolkozom. És azt mondom, hogy vannak. Muszáj egy kicsit gyorsítanunk, mert vészesen fogy a műsoridő, pedig itt rengeteg izgalmas kérdésre kellene még kitérni. Elindul a pucskísérlet, elindul a menet Moszkvába, majd 60 kilométerre Moszkva alatt megállnak. Te azt állítod akkor, hogy egy személynek a hatására, igen, rábeszélésére, igen, történt, igen, ez. Igen, igen. Nyikolaj Petrusevről hát mindenki tudja azt, hogy kiemelt ember, hát a biztonsági tanács titkárának lenni az a legmagasabb szint szinte Vladimir Putyin után. Ezt Prigozsin is tudta. Miért ekkor hallgatott rá Prigozsin? Valószínűleg megígéri neki. Fél attól, megígéri neki azt, hogy ki fognak bőkülni a Wagnerrel, megígéri azt, hogy rendbe hozzák a dolgokat, és gyakorlatilag Vlagyimir Putyin utána ezen az úton jár. Hát fogadja őket, ugye el is mondják Vlagyimir Putyinnak, hogy nem, ők nem a Kreml ellen voltak, ők az orosz katonai vezetést akarják gyakorlatilag leváltani. És mind ez gyakorlatilag Vlagyimir Putyin részéről, hiszen 2 hónap telt el, ugye pontosan 2 hónap múlva gyakorlatilag, hát elrendelik azt, hogy ő is halott lesz, meg Utykin is, napra meg a többi pontosan, ember is, igen, napra pontosan 2 hónapra. Ez a 2 hónap szerintem ahhoz kellett, de ez megint az én verzióm, hogy Vlagyimir Putyin gyakorlatilag nem azt mondom, hogy elaltatja a Wagner csoportnak a gyanúját, de nem meri azt megtenni, hogy mindjárt a Wagner csoport ellen megy, mert szerintem fél attól, hogy az orosz társadalom reakciója milyen. Az orosz társadalom újra nagyon nagy áldozatokat hoz. Nincs elég katona ebbe az orosz-ukrán háborúban, lehet drón, meg lehet minden, amiből teljesen hiány van az a katona. Oroszországban egyébként is a humán tőken mindig a legkritikusabb tényező. Mindig is az volt, és jelenleg is az. Fél attól nem tudja, hogy a társadalom részéről ennek milyen vonatkozása lesz. Hiszen az oroszok nyugodtan mondhatják akkor is, hogy jó, Wagner csoport, meg magánkatonai vállalat, de ezek akkor is háborús hősök. Hiszen akkor is azok is emberek voltak, bárhogy is nézzük, és szerintem ettől a reakciótól fél, és hát még vég valami, ugye 2 hónap az már elegendő idő arra, hogy az átszervezés meg tudja kezdeni. Vannak olyan hírforrások, amelyek azt mondják, hogy az orosz-afrika csúcson Vlagyimir Putyin már bemutatta azt az Andrei Averjanovot, aki jelenleg nem más, mint a GRU különleges ügyek osztályának a vezetője, és azt mondta ezen a csúcson, állítólag egyes források szerint, mert ugye innentől kezdve nem tudunk biztonsan igazából dolgokat, hogy utána már a GRU-nak a különleges ügyekkel foglalkozó osztálya, ez fogja átvenni az afrikai ügyeket. De azért el kell mondani erről a különleges ügyek osztályáról, hogy nagyon sokáig azt is tagadták, hogy ez az osztály létezik. Ezt az osztályt teszik például a Skripal mérgezésekért, ugye ezt mindenki tudja, hogy novicsokkal mérgezték meg ugye Londonban, ezt az osztályt teszik felelőssé. De amikor például Montenegróba, ugye úgy, mielőtt Montenegróban ugye úgy volt, hogy megtartják, ugye, hogy NATO tag lesz, és megkezdődik a népszavazás arról, hogy NATO. Állítólag akkor is ez a különleges ügyek osztálya volt, ami hát majdnem kvázi egy ilyen puccsot próbált szervezni, amiből aztán nem lett semmi ennek. Nagyon sok nyoma van egyébként, hogy hol mindenütt mondják azt, hogy a különleges ügyek. Na most, hogy bemutatta vagy nem, ez is egyébként vita téma, mert más források azt mondják, hogy Prigozsint is látták az Orosz-Afrika fórumon. Ennek nyilvánvalóan nincs ilyen forrása, de ez azért utal arra, hogy ha az a kérdés, hogy mi a Wagner jövője, az átszervezés, az teljesen biztos. Az teljesen biztos, valószínűleg a nevét is megszüntetik, igen, és ez újra visszakerül oda, ahol volt, hiszen ezt eredetileg is az orosz katonai hírszerzés alapította, amit majd egy más formába fognak létrehozni. Ezek szerint Prigozsinnak, illetve Utykinnak nem volt meg a kellő politikai diplomáciai érzéke, tapasztalata, hogy lássák azt, hogy amikor már az afrikai ügyekért felelős utódlás történik, akkor az ő halálos ítéletük már alá van írva. Én most az ő nézőpontjukból próbálom megérteni a történetet. Hogy lehet, hogy 2 ilyen sokat tapasztalt és nagyon óvatos ember egy ilyen alapvető biztonsági szabályt fölrúg, hogy a vezérkar nem utazik egy gépen, pláne nem Oroszországban? Ezt nem tudom megmondani, ez pontosan így van, de hát több ilyen híva volt, ugye, amikor a Kaczynszki és a teljes vezérkar elmegy a Smolenszki megemlékezésre, igen, tehát több ilyen híva volt, igen, hát ők talán úgy gondolták, hogy siettek, vagy ezt megtehetik. Én szerintem inkább azért, mert a Kreml elaltatta a gyanakvásukat, ők hittek a Kremlnek, miért ne hittek volna, elaltatták a gyanakvásukat, és akkor ez alapján úgy gondolták, hogy akkor ők innentől kezdve a tevékenységüket folytatni Mi tudják. A legvalószínűbb szenárió szerinted? Légvédelmi rakéta, vagy bomba a fedélzeten,
mi történhetett? Mi a valószínű? Hát én ezt nem tudom megmondani, hogy melyik szkenárió, de én úgy gondolom, ez innentől kezdve szinte teljesen lényegtelen. A források szerint ezt is gyakorlatilag a GRU-nak a különleges műveletek osztálya szervezte már eleve. Azért nem mindegy, mert a légvédelmi rakétával lehet az ukránokat, vagy akár az amerikai hírszerzést, vagy az amerikaiakat is vádolni. Ha egy fedélzeti bomba volt, akkor az nyilvánvaló, hogy ez csak orosz kézből származhatott. Hát, hogy mivel ugye elutasították az oroszok azt, hogy bármilyen nemzetközi vizsgálat legyen, én azért úgy gondolom, hogy soha nem fogjuk igazából megtudni, hogy valójában mi történt. Mi a különbség Utykin megítélése, ami látszik a temetésében, igen, és a katonai tiszteletadásban, és a Prigozsin temetése és az ő megítélése között? Hát Utykin eleve ugye már, hát ez egy a GRU-nak egy leszerelt ezredese, egy háborús hős, tehát nem véletlenül ugye pontosan a mai nap temették el, és a mai napi temetésen a legnagyobb katonai pompával temetik el. Utykint az egyszer orosz emberek is teljes egészében a legnagyobb háborús hősnek, hát maga módján az is volt, hát most teljes egészében ennek megfelelt, egész életét erre a katonai hírszerzésre tette, hogy ténylegesen aztán ugye még milyen szerepe volt, ugye ez pontosan a dolog lényegéből, hiszen ez a hírszerzés és a nemzetbiztonsági titok, ezt nem tudjuk. Prigozsin volt meg az arc. Én úgy gondolom, például a hallgatóktól tanultam ezt a kifejezést, hogy túl nagy arca van, túl nagy arca lett Prigozsinnak. Tehát már nagyon-nagyon sok, ugye ez az internetnek a lehetősége, nagyon sok közösségi a médiaportálon volt, és valljuk meg őszintén, hát pontosan ezt a műsort is ezzel vezetted be, hogy mindenki erről beszél. Mindenki tudja, hogy ki Prigozsin. Pedig egyébként korábban ki tudta, hogy ki Prigozsin. Prigozsin egyébként például 2022-ig még azt is tagadta, hogy a Wagnerhez egyáltalán köze van. Igen. Két újságíró kérdezte meg, hát azt is, az is teljesen tagadta. Például amikor a Közép-Afrikai Köztársaságban elment két oknyomozó újságíró, hogy akkor kiderítik a Wagner csoport tevékenységét, mind a két oknyomozó újságírót likvidálták. Tehát ennek gyakorlatilag. És most viszont mindenki tudja. Most viszont Prigozsin pont szerintem ezén a közösségi média portálokon keresztül egy ilyen orosz háborús hősnek állítják be, akinek hát volt mersze és ereje arra, hogy szembe menjen a Kremmel. Nagyon röviden, tényleg tőmondatokban összefoglalva, véleményed szerint mi a Wagner csoport jövőjének a legvalószínűbb forgatókönyve? Itt vége a történetek, ez biztos, tehát ami eddig volt, az most már nem lesz, valószínűleg a nevüket is megváltoztatják, de feloszlatják őket, vagy beszervezik őket az orosz reguláris hadseregbe, vagy marad egy magánhadsereg, egy másfajta, akár GRU-s irányítás alatt. Bármi lehet, az is lehet, hogy egy új magánhadsereget hoznak létre, az is lehet, hogy a Patriotban Szergej Szojgó alá beszervezik őket. Ugye az is egy teljesen friss hír, hogy Vlagyimir Putyin innentől kezdve minden Oroszországban lévő magánhadsereg, ez azért döbbenetes, mert nem is lehet létrehozni, de most elvárja tőlük a hűségesküt. Egyébként fölmerült azért, hogy ezt már legalizálni kéne, mondják nagyon sokan, pontosan azért, mert a GRU-nak a leszerelt ezredesei és a leszerelt korábbi háborús hősök is harcolnak. Ezért mondják nagyon sokan, hogy el kéne ezt ismerni, de hát ugye elismeri, akkor onnantól kezdve pedig hát hogyan lehet például egy szíriai beavatkozást, ugye hivatalosan nem lehet elismerni, hiszen oda nem küldhet katonákat. Bármi lehet. Most azt kell látni már, hogy úgy tűnik, hogy Prigozsinnak a cégének bizonyos részei is már megszűnnek. Ugye a Concord Catering, hát az működik természetesen, de már nem Prigozsin, de már korábban is, tehát már a pucs után már egészen új szerződést kötöttek, tehát nem a Prigozsinnek a cége szállítja be az ellátmányt a katonai hadseregnek. Ez a catering, ez valószínűleg ez fönnmarad, hát amíg van rá igény, ez egy üzleti vállalkozás fönnmarad. A trolljára az Internet Research Agency, ez viszont teljesen megszűnt, ez már egyáltalán nem elérhető, és ami számomra döbbenet, ugye, hogy 2022-től Szentpéterváron is van egy hatalmas nagy központjuk, egy nagyon nagy headquarterük, és én tegnap este döbbentem le azon, hogy innentől kezdve már ott azon a honlapon semmi nem elérhető, sőt, már vissza is nevezték, tehát már nem Wagner központnak nevezik az irodaházat, és az irodaház honlapján, amikor ezt a nézők is megnézhetik, már ott van az a következő köszöntő szöveggel, leszámolunk a sztereotípiákkal, itt egy teljesen új K+F központot fogunk létrehozni, és meg lehet nézni azt, hogy hogyan lehet bérelni irodákat, fönn vannak a képek, és szeretném kiemelni, hogy minden teljesen üres. Minden teljesen üres. Kipakolták a Wagner központot, mindent, és kutatás mindent, úgyhogy hát még a logót azt nem vették le, de lehet, hogy mióta már mi beszélünk itten, azóta már lehet, hogy a logót is levették, úgyhogy itt vége van a történetnek. Vége van azért,
mert Vlagyimir Putyin számára a hazaárulás megbocsáthatatlan. És nem véletlenül, ő nagyon jól tudja, hogy ez még egyszer nem fordulhat elő. Nem fordulhat elő, nem lehet. Háború van, ez nagyon-nagyon fontos. Nem lehet az, hogy ő gyengének tűnik a nyugat szemébe. Bernek Ágnes Oroszország szakértőnek nagyon szépen köszönöm, hogy nagyon szépen köszönöm a meghívást. Nézőinktől is elbúcsúzunk, ennyi volt az Enigma mára. Kísérjék figyelemmel adásainkat ezután is a YouTube csatornánkon, kommenteljenek és lájkoljanak bennünket. A viszontlátásra!